Sziasztok! Érkezett pár kérdés, és ezekre most válaszolok is nektek. Hol zajlik a karácsonyi fotózás? A fotózás idén a Salzburg melletti Obendorfi stúdiumban zajlik leginkább. Ha azonban szabadtéri fotózást szeretnél egy számodra különleges helyen vagy otthonodban, ez természetesen kisfelár ellenében lehetséges. Kiválaszthatod, hogy háttérrendszerrel, dekorációval és világítással jöjjek-e otthonodba, amihez legalább 2 méter széles, 2 méter hosszú helyre van szükség, vagy lifestyle képek készüljenek háttér nélkül, vagy hogy kimegyünk a természetbe, vagy ugye eljöttök a stúdiómba. Házi állatok kérésre pedig behozhatóak. A karácsonyi mini fotózásokat csak a stúdiómban lehet elkészíteni. A karácsonyi fotózások 2021. december 19-ig vasárnapig foglalhatóak. Ezt már bővebben kifejtettem az előző videómban, így azt meg tudjátok nézni. De minden esetre olyan ruházatot, amelyben jól érzitek magatokat. Ez lehet farmer, vagy valami elegáns ruha is. Ezt rátok bízom. Fontos lenne azonban meggyőződni arról, hogy ne túl színes ruhákat válasszatok. Kerüljétek a túl nagy mintájú ruházatokat is. Különben azok túlságosan felkeltik a figyelmet, kivéve ha épp gyerekről van szó. Ha bizonytalan vagy, természetesen tanácsokkal állok rendelkezésre. Másik ruhát is hozhattok, és a fotózás alatt átöltözhettek. Mikor és hogyan kaphatjátok meg a fényképeket? Mint minden fotózásomkor, a fényképeket digitálisan kapjátok meg. Körülbelül 1-2 nappal a fotózás után egy linket kaptok tőlem e-mailben vagy messengerben, amelyre rákattintasz, és a képmappába fog vezetni. Ott pedig kényelmesen letöltheted a fényképeket a számítógépedre. Ne aggódj, senki más nem fér hozzá ehhez a mappához. Utalványokat is lehet vásárolni? Természetesen minden fotózás ajándékutalványként is megvásárolható. Karácsonyi fotózás, akár ajándékként a karácsonyfa alatt, akár a családi fotózás.